Üdvözöllek! Átkacsázunk a páváktól egy különös ausztráliai állathoz. Ausztrália állatvilág különös lényeknek ad otthont. Ez az állat nem más, mint a kacsacsőrű emlős. A korabeli felfedezőknek hatalmas újdonságot mutatott a kontinens és környéke, amikor kezdték felfedezni. A kacsacsőrű emlős ezek közül egy újdonság volt, egy hatalmas furcsaság. Amikor 1798-ban az Ausztráliába frissen exportált angol birodalom második kormányzója John Hunter elsőként küldött vissza Angliába kacsacsőrű emlőst, azaz ezeket ábrázoló rajzokat és egy bundát, az angliai tudósok azt hitték, hogy átverés az egész. Azt hitték, hogy összevarták egy hódfarkát, egy vidra törzsét és egy kacsacsőrét. Később, miután még több állatot kaptak Ausztráliából, és ezek nagyobb épségben maradtak a hosszú hajó út után, kénytelenek voltak elfogadni, hogy létezik. Még több volt a meglepetés, miután az aranyások beszámoltak az állatról, és kiderült, hogy ez az emlős tojást rak. Ezek után nem is tudtak más tudományos nevet adni neki, mint ami azt jelenti, hogy furcsa madárcsőrű. Néhány nyelvben mai napig hasonló az elnevezése. Ez az állat kb. 50 cm hosszú, farka pedig 18 centi. Testalkata a hódéhoz hasonlít, viszont a széles lapos szája a kacsáéra. Eltérően a kacsáétól ez nem szarúból van, hanem kemény bőrből, ezért érzékenyebb. Fogad csak az újszülöttnek van, de még fiatal korában elveszti azokat. Súlya 700 g-tól 2,4 kilóig terjed. A nőstények ebben az esetben is kisebbek. A hímnek sarkantyúja van, amihez méregpirigy tartozik. Ezeket vetélkedésben használja. Ez a méreg nem nagyon veszélyes, de rendkívüli fájdalmat okoz, amit még a morfium sem tud csökkenteni. Úszás közben becsukja a szemét, bezárja fülét, orjukait. Ilyenkor a csőrében található kb. 80 ezer elektromos érzékelővel és kb. 30 ezer nyomásérzékelő pálcikával tájékozódik. Tudósok szerint az ezekből kapott információk feldolgozásával egy víz alatti térlátásra képes. Ezzel például a zavaros vizekben is jobban lehet tájékozódni, mint látással. Természetvédelmi státusza mérsékelten veszélyeztetett. Az ausztráliai nagy vízválasztó hegység és Tasmánia folyó partjainél, Odukban. Emberrel való kapcsolata magabiztos, ezért az állatkert látogatói bemehetnek az élőhelyére.
Táplálékát víz alól gyűjti. Ezek rákok, kisebb halak, vízi rovarok. Kígyótojáshoz hasonló fehér, lágy héjú gömb alakú, kb. 11 mm átmérőjű tojásokat rak, amiket a nőstény egy hosszú üregben költ ki, a testével melegítve őket. Egyszerre 2-3 tojást. Az utódok vakon és csupaszon kelnek ki a tojásból. A nőstény az anyatejével táplálja őket, de akárhogy is emlős, nincs emlő bimbója. Ezért a hasi bőr alól szivárog ki a teje, mint az izzadság. A kacsacsőrű emlősön kívül az emlősök osztályából csak a hangyász sümfélék raknak tojást. Fú, egyelőre elég is lesz ennyi furcsaság. Lássuk egy picit, hogy úszkál. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára. Legyen szép napod!